Megelevenedett a pásztorvilág Zalaegerszegen, több állomáson is a szakmához kapcsolódó mesterségeket leshettek el a fiatalok. Ennél az asztalnál Stiller Gábor kanászbaltákat készített. Mint mondta, a fegyver favágáshoz és önvédelemhez is kulcsfontosságú volt. A ridegtartásnál a régi disznók, azok nem egy házi sertések voltak, kivitték makkoltatni az erdőbe őket, és ott bizony keveredtek a vaddisznókkal is, és a kanok, azok elég veszélyesek voltak. A pásztorok Zalában elsősorban disznók terelésével foglalkoztak. Az állatokat Szent Mihály napján hajtották be, és ilyenkor vették fel fizetésüket is. A szakemberek szerint a gyerekek és felnőttek számára egyaránt fontos, hogy megismerkedjenek elődeink történeteivel. Ha ezt elveszítik, mert én is tapasztalom, iskolában tanítok gyerekeket, hogy nagyon kevés információjuk van időjárási viszonyokról, meghatározásokról, égtájaktól elkezdve, állatok tartásáról, vagy azoknak a fajtáiról. Ha ezeket így elveszítjük, mert valóban már nem gyakorlat, napi gyakorlat, akkor a kultúránkból egy elég komoly töredék fog kimaradni, és az a nagy, teljes egész magyar kulturális örökség akkor hiányos lesz. A rendezvény célja, hogy ezeket az értékeket közelebb hozza a látogatókhoz. Ennek érdekében a szervezők a korabeli kézműves mesterségek mellett néptánc bemutatóval és több tematikus színpadi programmal is készültek. Megpróbáljuk bemutatni szinte minden olyan mesterségnek a kötődését a pásztor hagyományokhoz, ami jellemző volt régen. Így a fafaragóktól láthatnak mesterségbemutatót az ide látogatók, illetve népi kézműves játszóházakat szervezünk, ahol olyan tematikákat próbálunk megjeleníteni, amikben szintén a pásztor hagyományok visszaköszönnek. Színpadi műsorról is kedveskedünk, ahol néptáncot láthatnak, népzenét hallhatnak. A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban a környék hagyományainak és kézműves mesterségeinek ápolását küldetésüknek tekintik. Ennek jegyében több kiállítás is várta a látogatókat, akik ma ingyenes tárlatvezetésen is részt vehettek.